Köszönjük Önöket, ez az Ördögök a Hidrofehérvár AV19 Klub TV-je. A hétvégén ugyan válogatott szünet van, de az előző időszakban sem unatkoztak a fiúk, felkapaszkodtak a táblázaton egészen a második helyre, és volt már szerencséjük kipróbálni a jeget a klub leendő új otthonában is. Október hónap utolsó mérkőzését idegenben játszotta a csapat. Miénk a Várpuszteri otthonába látogattak, és azon a mérkőzésen is Horváth Dominik kapta meg a lehetőséget a csapat kapujában. Természetesen fehér mezben a miénk, teljesen sötét szerelésben a hazai csapat, és már is egy horvát védés, amit láthatunk, Morli lövését hárította remek mozdulattal a magyar kapus, akinek volt dolga bőven az első játék részben, itt például Zsízler közeli lövését kellett megfognia. Azért mindebben a kapu karimája is. És azért egy régi ismerőssel is volt lehetőség ugye találkozni a csapatnak, hiszen Alex Petán már a mostani ellenfél sorait erősíti, az ő passzából próbálkozott Friklund középen, de Horváthon ők sem tudtak kifogni. Nem nagyon látunk ugye még lehetőséget a Fehérvártól a mérkőzésen. A 15. percben viszont emberelőnyben Labersnek sikerül megszerezni a vezetést. Atkinson tette le elé a korongot. És az első igazán veszélyes próbálkozásból meg is van a vezetés a Fehérvár számára. Ez pedig már a második játék rész, az első szünetre tehát 1-0-ás előnnyel vonulhattak a mieink. Itt pedig sikerül lecsapni erre a kósza korongra. Meggolinak köszönhetően már is 2-0 a mérkőzés állása. Livens volt kellően szemfüles, ő szerezte meg ugye a korongot, és az ő passzából lett meg tehát a második találatunk. Itt már Mantinget látjuk, aki Délukát szerette volna a helyzetbe hozni nem sokkal később. Itt pedig egy feleslegesen kemény megmozdulás, aminek 2 plusz 2 perces kiállítás lett a vége Hannun részére. Nilsson borította fel az olyak játékosa, így hosszú emberelőnyre készülhettek a mieink. A 30. percben járunk a mérkőzésen, amikor jön a harmadik magyar találat. Hári passzából Anzse Kurát lövi ki a kapu hosszú oldalát. Ezzel tehát már egészen megnyugtató előnyre tett szert a csapat. És hol volt még a mérkőzés vége? Egészen konkrétan ugye a meccs felénél jártunk. Itt például Terbocs István próbálkozott. De maradt a 3-0-ás állás. Egészen a 38. perc végéig, amikor is érkezett Deluca, akinek volt már ugye egy komoly elpuskázott lehetősége, viszont már kellően szemfülesnek bizonyult, és ezt a lehetőséget ő sem tudta elrontani. Maradt még pont ott egy pici hely Horváth Mamutja mellett, ami el tudta passzolni még a korongot. Ezzel tehát 3-1-re módosult az állás, és maradt hátra még ugye több mint egy teljes játékrész. Ez a harmadik harmad eleje, annak is a 6. perc egészen pontosan, amikor Égi érkezik. Morli lövése után a kipattanóra előbb ugye ő készítette elő a találatot. Ezzel visszajön egy gólra a Várpuszteria. 3-2 volt tehát az állás a mieink javára, ami akár itt kis egyenlítődhetett volna. Morli lövését azonban hárította Horváth, itt pedig két magyar játékos is a büntetőpadon, aminek köszönhetően természetesen jött a komoly olasz offenzíva. De Alex Petan nem tudta bevenni korábbi csapat a kapuját, a vas szúrt ki vele. És így érkeztünk el a mérkőzés utolsó percéig, ahol már természetesen kapus nélkül próbálkoztak a hazaiak. Ez pedig sikerült remekül kihasználni. Lökler passzolt a középre a korongot, Hárinak pedig viszonylag könnyű dolga volt, és ez még nem lett volna elegendő. Másodpercekkel az újrakezdést követően egy szerencsétlen megmozdulás a visszatérő kapustól. Terbosnak sikerült ezt a korongot visszapahozni a hálóba, így pedig a végeredmény egészen magabiztosan hat. Összességében pedig egy újabb fontos idegenbeli győzelem 5-2-es végeredménnyel. Ez itt még mögöttünk nem a csapat új öltözője, az még ennél is sokkal szebb lesz. Volt már lehetőségük kipróbálniuk a fiúknak, csak úgy, mint a jeget is az Alba Arénában.
ég a pályán, plexi palán körülötte szurkolók a nézőtéren, ez már tényleg egészen olyan, mintha jégcsarnokban lennénk. Ez pontosan így van, ugye egy történelmi városban vagyunk most, Székesfehérvár több mint 1000 éve itt áll, és sok történelmi pillanat volt, de szerintem belefér a történelemkönyvbe ez a mai nap, hiszen egy sporttörténeti pillanatnak lehettünk tanúi, akkor, amikor a csapat először az új jégcsarnoknak az új pályára lépett, és korisztak, egy kicsit játszottak, gólokat ütöttek, kapusok védtek, közben néhány szurkoló már itt lehetett, élvezhették azt a atmoszférát, amit körbeveszi majd ezt a fantasztikus játékot. Régóta várt már a város erre a csarnokra, tudni kell, hogy ez egy multifunkcionális csarnok, tehát nem csak a jégkorongnak otthona, de a jégkorongnak otthona, úgyhogy ma azok próbálhatták ki, akiké igazán most ez a létesítmény, és hát abban bízom, hogy ez nem csak a Volán vonatkozásában lesz így, hanem nagyon sokszor a magyar válogatottat is vendégül láthatjuk, és zúg majd a Hajrá Volán is, meg a Hajrá Magyarország is. Mesélj, milyen volt itt az első pár kör, meg az első, nem is tudom, minek nevezzük ezt, rettenetesen jó hangulatú játéknak tűnt. Hát ezt bóckodásnak nem vezük, de a pálya nagyon szép, nagyon jó látni, hogy milyen jól halad. Nyilván ez nem volt a legélvezetesebb kümeccs, amit játszottunk egymás közt, de jó látni, hogy tényleg már jég is van, meg ennyire jól halad az építkezés. Körbevezettek minket, megnézhettük, hogy milyen lesz az öltöző, a különböző helységek itt az arénában, és azt kell mondjam, hogy nagyon örülünk neki, hogy megélhettük ezt a pillanatot, és hogy most korizhattunk rajta. Nagyon, nagyon várjuk már, hogy tényleg éles mérkőzéseket is játszunk itt. Legszembetűnőbb különbség így élmény szinten a Raktár utcához képest? Tágas. Azt gondolom, hogy ez a szó, ez nagyon sok mindent leír. Tágas, de azt gondolom, hogy tud ugyanolyan otthonos lenni, mint a Raktár utca most. Úgy néz ki, mint egy profi klubhoz jön egy ellenfél is, mikor megáll a pálya előtt, meg stb. Az persze, hogy a körülmények nekünk, mint játékosok, nagyon jók a mostani pályá is, meg jó a hangulat, meg az öltöző, meg mindennel semmi problémánk nincs. Ez inkább szurkolói szempontból egy hatalmas előrelépés és vonzó erő lehet még több szurkolót csábítani a hoki meccsekre. Amit a Raktár utca meg között, hát ég és föld. Igen, annyi, hogy itt is jégkorong meccs lesz, meg ott is jégkorong meccs lesz, de már bejönni ide és körülnézni, és ezek a ugye kívülről ez egy hatalmas létesítménynek tűnik, és belül sem picike, de valahogy mégiscsak ilyen emberléptékű az egész. Szerintem nagyon, nagyon, tehát jó azt látni, hogy ami a terepasztalon meg a terveken szerepelt, azt sikerült úgy megvalósítani, hogy abból tényleg egy ilyen teljesen is emberarcú, jópofa kis stadion aréna kerekedett. Itt is közel lehet húzni majd elvileg a lelátókat, ugye ez a tervnek a része volt, hogy a nézők ne legyenek olyan nagyon messze a játéktértől. Abban mondjuk biztos vagyok, hogy olyan atmoszféra azért nem valószínű, hogy lesz, mint a Raktár utcában, de hogyha sikerülne az, hogy tényleg jelentősen meg tudnánk növelni itt az állandó nézőszámot, és a csapat is jól szerepel, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulat lesz majd. Az idei szezon az egy nagyon jó hangulatú szezon, és ez a jó hangulat, ez jó eredménye, és párosul, és ezek valószínűleg erősítik is egymást kéz a kézben, úgyhogy igen, tehát hogy sok mosolygós ember közt jó lenni mindig. Ha eredményes csapat, akkor mosolyognak, úgyhogy most is mosolyogtak, szeretnénk ezt fenntartani egyértelmű, és miért ne mosolyognának, hogyha egy ilyen létesítménybe jöhetnek és mozoghatnak, akkor is, hogyha ma már edzettünk egy keményebbet egyébként, de holnap meg ráadásul mérkőzésünk van, de láttátok, hogy élvezik, és várják ezt a pillanatot, hogy magukénak mondhassák ezt a jégpályát, úgyhogy boldogok, és reméljük, hogy ez így is marad. Nagyon jó volt a kezdés, ugye a szezon kezdett egy picit talán jobb is, mint amire mindenki számított, de hát ez legyen a legnagyobb meglepetés a szezonban, úgy gondolom, vagy a legnagyobb problémánk, úgyhogy igen, jó hangulatú és jó szellemiségű társaság jött össze, úgyhogy ez elsősorban azért fontos, hogy biztos, hogy lesznek hullámvölgyek majd a szezon során, és egy ilyen karakterű társasággal talán hamarabb meg lehet majd találni ezekből a völgyekből a felfelé vezető utat. Tehát nagyon jókat hallottam egyébként tőlük is, az az érdekes, hogy mindenki dicsérte a jeget, ami mondom pénteken még sehol nem volt, tehát ez egy tök jó első benyomásnak mindenképpen pazar volt. Érzelmes pillanat volt, mert tudom, hogy hány évtized, de vár a város egy csarnokra, mi magunk is most már mennyi ideje, majdnem másfél évtizede dolgozunk, hogy ez itt megvalósul.
lassuljon, és most már kívül belül látni, hogy minden héten egyre közelebb kerülünk az átadás pillanatához, és ezt most megélni, hogy a játékosok elfoglalhatták a pályájukat, bemehettek az öltözőjükbe, ez azt hiszem, hogy nem csak engem, hanem mindenkit érzelmileg is érint. Persze az igazi majd akkor lesz, amikor hivatalosan is átadhatjuk, ez majd valamikor április végén, májusban lesz esedékes, hiszen itt engedélyeztetés is előttünk van még, és akkor lesz az igazi, amikor nem csak az átadó ünnepségeken, hanem egyre többször ez a csarnok megtelik, legyen az egy hoki meccs, legyen az egy kosárlabda mérkőzés, egy teniszmeccs, vagy éppen valamilyen koncert, vagy éppen valamilyen vásár. November hónap első mérkőzésére természetesen visszatértek a fiúk a Raktár utcába. Az első ellenfél ebben a hónapban a Vorarlberg csapata volt, és ha már ugye a hónap első találkozója, akkor úgy illet, hogy átadják az előző hónap legjobb játékosának járó díjat, amelyet Horváth Dominik érdemelt ki. Kovács Csabától kapta meg csodaszép csekjét a fiatal kapus. Természetesen ezúttal is fehér mezben a fehérvári csapat. És már is egy komoly védés Madlener részéről. Hári estében még tovább tudta játszani a korongot Löcklerhez, de ez sem volt elegendő ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést a mieink. Próbálkozásban persze nem volt hiány, még mindig csak a második percben járunk a mérkőzésen, amikor meggólilő a kapu mellé. Atkinson hozta ígéretes helyzetbe. Az offenzíva továbbra sem áll le. Egy újabb komoly Madlener védés. Ezúttal Laberge tüzelt Fournier passzából. És boldog a továbbiakban is a vendégcsapat kapusának. Itt most meggóli készítelő és Fournier tüzel, de ezen is rajta volt Madlener. Akkor már ugye 5 perc sem volt hátra az első játék részből. Pont fordított volt a forgatókönyv, mint ugye az előző mérkőzésen. Itt egymás után jönnek a magyar lehetőségek, de csak nem sikerül megszerezni a vezetést a Fehérvárnak. Terbocs érkezett hiába a kapu közvetlen közelében. Ez pedig már az utolsó perc az első harmadban. Nem jön ki a korong a mieink harmadából, és ez már csak azért is nagyon kellemetlen a számunkra, mert hogy ebből a lövésből Maver a vendégeknek szerzi meg a vezetést. Olivier Roy a kapuban egyébként ugye ezúttal itt már későn reagál, nem tudott odaérni a lepkéssel. A második harmad tehát vendégelőnnyel kezdődött, és egy magyar zicserrel, amelyet azonban megint csak hárított Madlener. Löckler tette vissza, Bartal is jön, de nem tud a kapuba találni. Nagyot ugrunk előre az időben. 34. perc már a mérkőzésen, és tovább növeli a különbséget a Vorarlberg. Ez ott a Spanringnek sikerül betalálnia. Volt tumultus rendesen, ott Roa kapuja előtt. Ezzel tehát már is két gólos hátrányban a mieink. Közeledünk a játékrész végéhez, másfél perc. Van még hátra a harmadból, amikor jön. Sajnálatos módon a harmadik gól. Kiricsenko az előbb előkészítőként jeleskedett, most saját maga talál be. A kék vonalról megeresztett próbálkozással. Most még nagyobb ugye a forgalomra a kapu előtt, mint az előbb, hiába jön. A kapus ezúttal is tehetetlennek bizonyult. Így a harmadik harmadra már 3-0-ás hátrányban fordult a csapat. És akár növekedett is volna a különbség, hogyha itt nem reagál remekül lábbal Olivier Roy. Régen láttuk már ugye fehérvári lehetőséget, most Löckler hozza be a korongot. És aztán tette le Campbellnek, de Madlineren ezúttal sem sikerült kifogni.
megkapni azonnal a kapusa korongot, de szerencsére sokkal tovább már nem kellett várni a miénk első találatára. Az 54. percben érkezik meg Goli. Stipsic passzát juttatta a kapuba. Ári volt a másik előkészítő, így meg volt a reménye a mérkőzés hajrájára, hogy sikerül-e kiharcolni a hosszabbítást. Volt még hátra több mint 6 perc tehát a találkozóból, úgyhogy ott is lefelé, roha nem sokkal később. Az 58. percben járunk már a mérkőzésen, és a próbálkozásnak megvan az eredménye, sikerül feljönni 3-2-re. Philips góljának köszönhetően. Ebből már Madlener sokat nem látott. Nagyon rá se tudott mozdulni. Egyetlen gól, tehát most már csak a különbség, de ő 2 perc volt csak hátra a meccsből. Úgyhogy természetesen továbbra is kapus nélkül támadtunk. Ennek viszont itt már meglett a böjtje. Nem is volt szükség kihasználni a 3-2-es lehetőséget a vendégeknek. Lacroix talál végül is saját maga az üres kapuba, nem passzolgatott, és ezzel végképp eldőlt minden bű egy perccel a végső tudaszó előtt, ami tehát azt jelentett, hogy ezt a mérkőzést 4-2-re a Vorarlberg csapata nyerte. Nem volt idő sokáig búslakodni, rögtön másnap jött a következő találkozó, szintén hazai pályán. A Vienna Capitals tette tiszteletét Székesfehérvárat. És nyilván elsősorban az utolsó harmad emlékeire kellett építeni ezen a találkozón. A kapuba visszatért Horváth erre a mérkőzésre. És nem kellett nagyon sokáig várni ezúttal az első magyar próbálkozásra és az első magyar gólra sem. Mindössze a második percben járunk a mérkőzésen. Philips lövését nem tudja hárítani a kapus. Leclerc pontosan ott tartózkodott, ahol lennie kellett. 74 másodperc után már is előny a mieinknél. Leclerc lehet, hogy baseballban sem lenne rossz. Kiválóan ütötte a korongot, amely bőven a levegőben tartózkodott a kapuban. Ezzel lett tehát 1-0 az állás. Még mindig csak az 5. percben járunk a mérkőzésen. Sikerül bent tartani a korongot. Az ellenfél harmadában Stipsic még közelebb is léphetett vele a kapuhoz, és onnan nem hibázott. Ezzel már is 2-0. Vértes tette a korongot a bek elé. Német Kristóf volt az, aki még igyekezett takarni a kilátást a kapus elől. Tehát már 2-0 az állás. Nagyon gyorsan szépítettek volna viszont a vendégek, meg Goli veszítette el a pakkot. Csiknek viszont nem sikerült élni ezzel a lehetőséggel. De kifejezetten eseménydúsnak bizonyult, nem hogy az első harmad, az első 10 perc, még csak a 9. kezdődik a meccsen, amikor Wenger érkezik Kvarinszky passzára, és ezen csak megvan a szépítés a bécsieknek. De még így is 2-1-re a miénk vezettek. És akár még az első harmad vége előtt vissza is állhatott volna a két gólos különbség, hogyha egy kicsit nagyobb szerencséje van meg Golinak ennél a kiugrásnál. De Vidhám itt most kiválóan reagált. Nézzük, hogy mi minden történt a második harmadban. Terbocs szerzi vissza a korongot még az ellenfél harmadában, és aztán ő lőhet egy remek gólt 10 perccel az első szünet után. Most már tényleg újra közte kettő. Meggólítette vissza a korongot Terbocs elé. Ezzel lett tehát 3-1 az eredmény. Nem telik el 40 másodperc sem, amikor érkezik Hári János, és most már 4-1 a mérkőzés állása. Fokla és Philips az előkészítők. A mérkőzés felénél kezdett egészen megnyugtató lenni a helyzet. Akadt azért
bécsi lehetőség is a második harmadban, nem is kicsi. Langernek viszont nem sikerült kihasználnia. Bárinszki hozhatott volna ki újabb gólpaszt. De sikerült megúsznunk. A harmadik harmad is magyar lehetőséggel indul. Meg persze Vithán védéssel. Többen is próbálkozhattak a mieink közül. Csak sikerül betuszkolni végül is a korongot a kapuba. Lévenztől eli mindenki a keblére a mieink közül. Az öröm végül is túlságosan korainak bizonyult. Mert ugye ezt követően hosszas videózás következett. Csak mi nézhetjük meg itt jó alaposan a lassításokat, hanem ezt tették a játékvezetők is. És végül is érvénytelenítették ezt a találatot. Ez persze nem nagyon szekte szerencsére a mieink kedvét. Ezúttal Hári dolgoztatta meg Vithálmot elég erőteljesen a kapuban. Meggól is fontos szereplője volt ennek az akciónak. Csak úgy, mint aztán a következőnek. Hát, hogy ez a támadás is tulajdonképpen tőle indul azzal, hogy visszaszerzi a korongot. Az akció végén aztán Lievens lövését kell ezúttal fogni a Vithálmnak. Közeledünk a meccs legvégéhez. Itt Mihály Ákos tör neki a koronggal. Hiába jön Vértes a túloldalon. A kapu is mozgott már egyébként. Őt is elgázolják végül is. Nem történt semmi. Ez pedig már az utolsó perc eseménye. Másodpercek vannak csak hátra. A harmadik harmadból, amikor csak sikerül még szépíteniük a bécsieknek, Fischer talál be. Marinskinek csak összejön a második gólpassz is a meccsen. De szerencsére ennél több nem sikeredett az osztrákok számára. A mérkőzés végeredménye 4-2 lett. Vagyis újabb fontos győzelem a zsákban a mieink számára. Mindennek köszönhetően pedig továbbra is a második helyet foglalja el a csapat a táblázaton, a hátrány mindössze 3 pont a Salzburg mögött. Kiválóan néz ki eddig ez az ősz. Az ördögök már a búcsúznak, két hét múlva újra jövünk, addig is szurkoljanak a fiúknak. Na viszontlátásra!